Vilmoskörte, Kajszi barack, birsalma, őszi barack, alma, cseresznye és szilva. Többek között ezeknek a gyümölcsöknek a párlatát kóstolhatták az érteklődők november 2. szombatján a Szabadka közeli mérgesen megrendezett Újpálinka Fesztiválon. Ez az újvidéki baráti társaság nem először jár ezen a rendezvényen. A több mint 40 kiállító több száz pálinka mintái közül néhányat már megkóstoltak, és nekik az egyik Vilmoskörte párlata tetszett a legjobban. Inače nismo neki rakijaši, ali posećujemo tako manifestacije po Vojvodini i ovo nam je jedno od početnih tačaka. A mérgesi Marin Skenderovics csak néhány éve foglalkozik a gyümölcsöseiben termesztett elsőrendű kajszi barack, vilmoskörte, őszi barack, szilva és birsalma lepárlásával. Azonban tervei között szerepel egy saját pálinka kifőzde kialakítása. Najbitnije je da je voće ispravno, da nije trulo, da nije plesnivo pokvareno. Mora biti prva klasa. Voća. A tehnologija? Tehnologija, pa nema ništa posebno. Iseckati, staviti u buradu kace i čekati fermentaciju, pratiti kad završi peći i to je to. Tramini szőlőfajtából készült pálinkát, valamint borpárlatot is lehetett vásárolni, sőt, kóstolni is az Amstad család asztalánál. Ez úgy készül, hogy ugye az ember úgy kifor a bor, ugye, és ezt első osztályú borból az ember fogja és kifőzi, mint a pálinkát. És akkor kapja ezt a szűz borpárlatot, és hogyha utána úgy véli, akkor beletrakhatja töltve a hordókba, ha pedig nem, akkor lehet úgy is árulni, mint úgymond borpárlat. A fesztivál iránt évről évre nagyobb az érteklődés. A mulatsággal egybekötött összejövetel idén több mint 1000 embert vonzott az Újpálinka Fesztiválról elhíresült mérgesre. A háromtagú zsűri három napon át ízlelte és osztályozta a több mint 300 beérkezett mintát. Ima 12 kategória, sad ne znam da li ću uspjeti svih 12 da nabrojim, ali to je viljamovka, kruška, kajsija, dunja, breskva, jabuka, šljiva, trešnja, višnja, onda imate likir od višnjevača, imate likir od breskve, tako da ima raznih kategorija. Az idén a megmérettetés győztese a mérgesi Marin Skenderovics Vilmoskörtéje lett. Az új pálinka fesztivált hagyományosan a szabadkai pálinka termelők és pálinka kedvelők egyesülete szervezte meg.